A csepeli önkormányzatnak még mindig nincs 2024-es költségvetése. A csepeli piacon, a mosdókban és a boltokban sincs fűtés, annak ellenére, hogy a bérlők fizetnek érte. Az önkormányzat az áramfogyasztásra sem kötött szerződést a bérlőkkel. Megoldatlan a hívek akadálymentesítése, a csepeli gyár hasznosítására pedig még koncepció sincs. A Magyar Szolidaritás mozgalom szerint sürgősen változtatni kell a helyzeten. A mozgalom célja, hogy politikusok helyett civilek irányítsák a településeket. Titanilla. Ezzel megyünk tovább. Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye pont egy ilyen civilt támogatnak most a csepeli polgármesteri pozícióért, majd folyóharc van ugye a választásokon, Kál Károlyt, és valóban itt több kritika is elhangzott a városrésszel kapcsolatban. Mi az, amit elsősorban orvosolni szeretnének ott Csepelen? Ez nem csak Csepelen, hanem az egész városban is, de mi most Csepelről beszélünk, azt szeretnénk elérni, ugye itt jelen pillanatban Kál Károlyal, aki független jelölt és a Szolidaritás mozgalom támogatja, hogy hát azok az emberek, akik a város vagy a városrész vezetésével vannak megbízva, a dolgukkal foglalkozzanak. És nem viselkedjenek úgy, mint az óvodások, hogy mint jelen pillanatban is, hogy egyszerűen nincsen még elfogadva, nincs lezárva a 2023-as büdzsé, nincsen idei évi büdzsé, mert egész egyszerűen a felek képtelenek megegyezni, egymásra mutogatnak, aláírásokat gyűjtenek olyan ügyekben, amikben egyébként nekik kellene dönteni és csinálni az ügyeket, és azt gondoljuk, hogy hát ez nevetséges, és a Csepelennél jóval többet érdemel, főleg úgy, hogy az elmúlt 20-30 évben, hát Csepelen sajnos nem jó dolgok történtek, több mint 30 ezer ember elhagyta a kerületet, nem működik a gyár, rossz a közlekedés, szóval egy csomó rendszerhiba van, lenne mit dolgozni, de hát a képviselők azok nem, a jelenlegi képviselők sajnos nem ezzel foglalkoznak. Ha már itt városokról és városvezetőkről beszélünk, akkor Karácsony Gergely tevékenységét hogy látják? Ugye itt az utóbbi hetek elég sűrűek voltak a fővárosi ügyek terén, majd a részletekre is kitérünk. Igen, hát itt megdöbbentő dolgok történtek, ugye először is jött egy ilyen járatritkítás ügy, mint a BKK-i bejelentés nélkül elindított, ugye aztán ebben többen jelezték, hogy ezt nem kell, ebből kialakult egy vita, és a vita egy pontján Walter Katalin, a BKK-nak a vezérigazgatója azt mondta, hogy hát nem kérdezik meg a elnézést, az ő szavait fogom idézni, hogy a levágandó pulykákat, ezek lennének az utasok, azaz mi, az emberek, hogy csinálják a járatritkításokat. És hát természetesen ebből óriási felháborodás lett, Walter Katalin nagyon helyesen föl is ajánlotta a lemondását, de Karácsony Gergő ezt nem fogadta el, ami szerintünk értelmezhetetlen. Le kellett volna mondani a Walter Katalinnak, el kellett volna fogadni a lemondását, így, hogy nem mondott le, így Karácsony Gergő gyakorlatilag azt mondta, hogy ez egy értelmezhető közbeszéd, hogy az emberekről levágandó állatokként beszélnek, miközben hát ugye egy városvezetőnek, egy politikusnak az a dolga, hogy ezeknek az embereknek az életét megkönnyítse, őértük dolgozzon. Mi azt gondoljuk, hogy ez a döntésével Karácsony Gergő az egész ügyet magára húzta, és hát az a véleményünk, hogy így, hogy a Walter Katalin nem mondott le, akkor nincs más, hogy akkor Karácsony Gergőnek kellene lemondania, mert ő úgy tűnik, hogy ő eltűri azt, hogy a környezetében így gondolkodjanak az emberekről, tehát valószínűsíthető, hogy akkor talán akkor nekik is ilyen gondolatai vannak, ami szerintünk elfogadhatatlan. Ráadásul utána a járatritkítási tervet is visszavonták, vagy visszaállították az eredeti menetrendet. Igen, tehát úgyhogy azt mondták, hogy nincs, aztán, hogy nincs is járatritkítás, akkor ezek szerint mégiscsak van, és akkor mégis visszavonták. Tehát ez az egész őrület, ami ekkörül az ügy körül kirobbant, szerintünk értelmezhetetlen és felháborító. Mit szólnak a Lánchíd ügyhöz? Ugye ott a Lánchíd felújítással kapcsolatban már többen felvetették, hogy az eredeti, ugye ott, amit Tarlós Istvánék lezongoráztak, eljárást, illetve tendert, azt Karácsony Gergelyék kidobták a kukába, lefolytattak egy újabb tendert, amit ugyanaz nyert, meg csak sokkal drágábban és kevesebb műszaki tartalommal. Majd ugye miután befejeződött a felújítás, most kiderült, hogy a Lánchíd felújításának a költségvetéséből 900 millió forint valahogyan egy egyébként praxisától eltiltott ügyvéd letéti számlájára, illetve magánszámlájára került, ahonnan aztán felvették készpénzben. Hát több kérdést is felvet az ügy, nyomozás, büntető fejlentés is történt. Nyilván hatóságok majd megpróbálják kideríteni, hogy mi történt, önök mit szólnak ehhez? Szerintünk az egész Lánchídi ügy is egy jól mutatja az elmúlt 4,5 évnek
rossz működését. Ugye egyrészt ugye itt anomáliák vannak, ugye ez ki fog derülni, hogy akkor itt most tényleg történt-e bűncselekmény, tehát pénzek eltüntetése magánszemélyeknek, vagy nem, ezt ugye mi nem tudjuk, ezt majd a bíróság és a rendőrség elvégzi a munkáját, de ami szerintünk még elképesztően káros, hogy ugye föl lett újítva egy híd, ugye azzal a céllal természetesen, hogy utána az egész város tudja használni. Erről volt szó. És aztán, amikor felújították, elkészült ez a munka, akkor egész egyszerűen fogták, és azt mondták, hogy jó, oké, de akkor ezt az autósok nem használhatják. Na most mi azt gondoljuk, hogy Budapestnek egyébként még nem hogy hidakat kellene lezárni, hanem még építeni kellene hidakat. Ez egybevéve a rakpart lezárásokkal, a felesleges bicikliutaknak a megépítésével semmi másra nem alkalmas, csak arra, hogy a város lakóinak az életét nehezítsük. Hát most a járatitkozásokat most ugye hál' Istennek sikerült megakadályozni, de szóval tényleg úgy tűnik, hogy itt semmi sem fontos a városvezetésnek, az, ami az emberek érdekeit szolgálja, ez nem fontos, hanem valami egészen más ügyekben mozognak. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Csepelen Kál Károly támogatják a polgármesteri posztért folyó küzdelemben. Ugye ő egy civil induló, mert hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalomnak az a filozófiája, hogy civilek kell lennének politikusok helyett a települések élére és az önkormányzatokba. És ugye itt a legfontosabb pozíció, melyről dönteni fognak az emberek a választáson, az egyik legfontosabb az a budapesti főpolgármesternek a személye, és önök korábban azt mondták, hogy Vitézi Dávidot el tudnák képzelni, mint főpolgármester jelöltet, vagy főpolgármestert. Tárgyaltak-e vele erről, illetve van-e már hivatalos állásfoglalás? Ugye ő még nem fogadta el az LMP-nek a úgymond ajánlatát, de hogy önöknél született-e döntés arról, hogyha ő indul, akkor támogatni fogják-e? Nem született még erről döntés, február végén fogunk dönteni a személyi kérdésekről, ugye a Szolidaritás Mozgalomnak akkor lesz egy közgyűlése. Mi azt gondoljuk, hogy a Vitézi Dávid az egy támogatható jelölt, nyilván ehhez megbeszéléseket kell folytatnunk, az Szolidaritás Mozgalomnak vannak a közlekedésen kívül is egyéb programpontjai, a lakhatási válsággal kapcsolatban, a rozsdolyvezetek felszámolásával kapcsolatban, az olimpiával kapcsolatban. Tehát ugye itt azért sok, van jó pár olyan ügy, amit nekünk át kell beszélni, de őszintén szóval azok, ami eddig elhangzott a Vitézi úr részéről, az számunkra szimpatikus, hiszen ő is azt mondja, hogy el kell távolodni ettől a pártpolitikától, ahhoz, hogy Budapestet érdemben fejleszteni lehessen, mert hogyha mindig azt nézzük, hogy az épp jelenlegi kormányzat, meg az éppen aktuális ellenzék folyamatosan gátolja egymást a működésben, akkor itt Budapest sose fog megváltozni, márpedig az elmúlt 30 évben Budapesten nagyon kevés érdemi dolog történt, pontosan ezek miatt, az a ügyek miatt. Úgyhogy mi azt érezzük, hogy itt vannak közös szinergiák, amik majd együtt vannak tudnak működni az önkormányzati választáson is, és aztán remélem a város vezetésében is. Elnök úrnak köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.